szólnak, és átölelnek egy kutyát. Hadd hívjam föl a figyelmet, hogy aki kutya nélkül érkeztek, itt van sok menhely, és sok kutyus, és kérhetnek kölcsön, és nyugodtan átölelhetik majd a kutyákat. Ki fogja a Dog Dancinget vezetni? Kata, és már adom át a mikrofont, egy naptarssal köszöntsük! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Egy nagyon rövid doktorszigát, amit fogtok most látni, egy kicsit hosszabbat később, úgy 12-től körül, és nem tudom fejlődni a programhoz. De amit most szeretnék nektek megmutatni, az az, hogy a doktorszig olyan sport, ami bármilyen kutyussal üzhető. Akiket most itt láttok, ők két mentett kutyus, mind a kettő menhelyről származnak, és ezzel is próbáljuk bebizonyítani, hogy érdemes kutyust örökre fogadni, hiszen egy mentett kutyus ugyanilyen okos és ügyes tud lenni, mint egy természetre vásárolt fajta tiszta kutyus akár. És akkor egy picit háttérbe vonulok, és átadom a Science Parkertet Sílának és Gazdiának. Ők fognak most egy komplet kult bemutatni, utána pedig én majd mutatok néhány trükköt, mert hogy Márti is kérdezte, hogy ott tanítjuk a kutyát, na majd mutatok néhány kulisszatitkot. Akkor várjuk a zenét.